Na, sziasztok gyerekek! Nagyon sokat törtem a fejemet, hogy a hétre milyen házi feladatot adjak nektek. És Hanna megikletett, ugyanis elkezdte dobálni a műanyag poharakat. Úgyhogy én most egy kis ritmus gyakorlatot szeretnék adni nektek a hétre. Megmutatom először az alsósoknak, hogy mi az, amit meg kéne csinálni. Majd ezt egy kicsit tovább bővítjük a felsősökre. Mutatom is, egyébként ez egy ismert kis ritmus játék, a világon mindenhol alkalmazzák ezt. Én is egyébként most tanultam meg ezt a dolgot, úgyhogy még lehet, hogy fogok benne rontani. Ne haragudjatok. Tehát itt van egy kis minyonos, hannaféle kis műanyag pohár. Jobb műanyaggal játszani, illetve gyakorolni, mert nem tudjátok eltörni. Lefordítjátok. Mutatom az alsósoknak. Ez az első része, az alsósoknak ezt kéne megcsinálni. Megmutatom még egyszer lassan. Mutatom a második részét, ez már inkább a felsősöknek és a felsőbb éveseknek, a középiskolásokhoz tartozik. Ők megcsinálják ezt a részt, illetve tovább bővítik, majd mindjárt mutatom, melyik résszel. Tehát a felső. Ez a felsősöknek. Mutatom még egyszer a felsősöknek, illetve a középiskolásoknak. Megmutatom még egyszer, az alsósoknak meddig kell eljutni, mutatom. Felsősök, illetve a középiskolásoknak. Ezt be lehet majd gyorsítani, én is megpróbálom kicsit gyorsabban. Jó gyakorlást kívánok nektek, szép napokat, hétvégéket kívánok nektek. Puszi titeket, Gergő bácsi, sziasztok!